Önkormányzatiság, 30 éve alakultak meg a helyi önkormányzatok, ezt ünnepelte a szombathelyi kistérség. Megújuló megyeháza 2,2 milliárd forintból kezdődhet meg a 240 éves épület rekonstrukciója. Új bölcsöde, 2022-re újabb bölcsödéje lesz a városnak, 46-tal emelkedik a férőhelyek száma. Jó estét kívánok! Ez a Szombathelyi Televízió híradója. A 30 éves önkormányzatiságot ünnepelte Vasszécsenyben a Szombathelyi Kistérség több célú társulása. A felszólalók személyes hangú köszöntőikben az eltelt három évtized mérföldköveit vették sorra. A helyi önkormányzatok Magyarországon a rendszerváltoztatást követően 1990-ben alakultak meg. Működésüket 2012 óta az alaptörvény szabályozza. Ma az önkormányzatiság leginkább a segítségnyújtást jelenti. Ez az év igazán ezt bizonyította, hogy szükség van az önkormányzatokra, hiszen mi vagyunk azok, akik közvetlenül tudunk segíteni az embereknek, hogyha igazán nagy baj van. Az elmúlt 30 évben sajnos az látszott, hogy most már kevesebb a lehetőség, mint korábban, a feladat pedig több, de akarattal, szándékkal, jó közösségformálással mindent meg lehet oldani. Az egységes államszervezetben a demokrácia építőkövei a települési önkormányzatok, jegyezte meg Hende Csaba országgyűlési képviselő. A szubszidiaritás elve egy nagyon csúnya latin szó, ez azt jelenti, hogy mindent ott kell elintézni, ahol azt a legcélszerűbben lehet, tehát a lehető legközelebb oldjuk meg a problémát magához, a problémához. Nyilván a helyi közösség temető, útépítés, közvilágítás és egyéb dolgait helyben kell elintézni, a nagyobb fejlesztési kérdéseket a megye szintjén kell rendezni, és az országos ügyeket pedig a parlamentben meg a kormányban kell igazgatni. A rendezvényt szervező kistérségi társulás többszörös jubileumot ünnepel. Erről is szólt köszöntőjében Vasszécseny polgármestere. 1990-es szabad választások követően, választásokat követően alakultak meg a kistérségek, mikrotérségeknek hívjuk még ekkor. Alapvetően földrajzilag a Rába, Pinka, Gyöngyös, sorokmenti települések kis mikrotérségeiből alakult ki, és 2005-ben az akkori kormánynak úgymond a felhívására, illetve lehetőségek biztosítását követően alakultak ki az úgynevezett több célú társulások. Ezek a szerveződések az oktatási intézményrendszer és a közigazgatás hatékonyabb működését segítették elő. Kezdetben a jobbára a Szombathely agglomerációjához tartozó 38 település és a város alkotta a Szombathelyi Kistérség több célú társulását. Ma kisebb ez a kör és változott a feladat is, mintegy 30 ezer lakos orvosi ügyeleti ellátását szervezik meg közösen az érintett településeken. Megújul a megyeháza. A Modern Városok program keretében 2,2 milliárd forintot fordítanak a város emblematikus épületének rekonstrukciójára. Az ország legrégebbi megyeháza 240 éve szolgálja a közigazgatást. A kiemelt beruházás kivitelezése várhatóan 2021 második felében indul. Szombathely egyik meghatározó barokk épülete 1779-ben készült el, bár ma is éke a térnek, homlokzatán jól látszik a renoválás szükségessége, teljes körű felújításra évtizedek óta nem került sor, most már nagy szükség van rá, hangzott el a rekonstrukciót bejelentő sajtótájékoztatón. Teljes mértékben elavultak, lepusztultak az épület pince helyiségeinek nyílásai, le vannak zárva, nem szellőzik a pince, vizesedik, tehát itt számos beavatkozásra van szükség a földszint emeleten tovább haladva nyilászárókat föl kell újítani. Ugye műemléki épület, roppant körültekintően kell eljárni. A megyei önkormányzat, a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság, valamint a kormányhivatal székhelyéül szolgáló megyeháza felújításának tervezésére szóló szerződést már aláírták. A kivitelezés várhatóan egy év múlva indulhat. A kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelté nyilvánította a beruházást, amelyhez 2,2 milliárd forintot biztosított a Modern Városok programból. Összesen mintegy 250 projektet tartalmaz a Modern Városok program. Ebből az eredeti megállapodás szerint 15 olyan fejlesztés zajlik Vas megyében, illetőleg Szombathelyen is, amelyek ezt a programot érintik.
Elsősorban természetesen, miután Modern Városok programról van szó, Szombathelyről van itt szó. Ezek a programok is részben elindultak, mások tervezés alatt állnak. A megyeháza felújításának idejére ki kell üríteni az épületet. A kormányhivatal munkatársai a Hollán Ernő utcai épületbe költöznek majd. Ennek előkészítésére 62 millió forintot költöttek, korszerűsítették a második emelet egyik szárnyát, a vizes blokkokat megújították, a helységeket kifestették, kicserélték a padozatokat és bővítették az elektromos hálózatot is. Egyelőre csak innen közelíthető meg akadálymentesen a megyeháza. 69 millió forintból készült el az épület liftje. Bemutatták a város új bölcsödéjének látványtervét a legutóbbi közgyűlésen, amint egy félmilliárdos építkezést az Unió támogatja, de a város költségvetéséből is különítettek el forrást erre a célra. A bölcsöde várhatóan 2022 őszétől üzemelhet. Ezeket a látványterveket mutatták be a legutóbbi közgyűlésen. A kórházzal szemben épül majd fel ez a korszerű bölcsöde. A város azt szeretné, ha az épület megjelenése illeszkedne a lakóövezet képéhez. Az volt a koncepció, hogy egy ilyen családi házas beépítéshez igazodó emberi léptékű tömegeket hozzunk létre. A játszóudvarok felüli kis teraszos részek, ezek ilyen kis házikúként jelennek meg. Az épület utcafronti részén egy téglaburkolatos kialakítású homlokzatképzést gondoltunk, a játszóudvarok felé pedig a kis teraszokat színes kialakítással. Az önkormányzat 14 új parkolóhelyet hoz létre az Eszterházy utcában saját forrásból, és még két további helyen várakozhatnak a bölcsödébe érkezők. Az épület főbejárata az Eszterházy utca felől fog nyílni, a Horváth Boldizsár körút felől lesz egy gazdasági bejárat, az épület és az utcafront között fog elhelyezkedni a dolgozói parkoló. A szülők hol járhatnak be? A szülők bejöhetnek a körút felőli oldalon is, az Eszterházy utca felől is, illetve az egészségügyi központ mögötti parkolóból is tervezünk egy gyalogos bejáratot. 20 hetes kortól fogadják a kisgyermekeket a bölcsödék 3 éves korig. Mióta a gyed mellett munkát lehet vállalni, megemelkedett az egy év alattiakat nevelő szülők igénye a bölcsödei ellátásra. Most a korábbi több mint kétszerese, azaz 114 egy év alatti gyermeket fogadnak az intézmények Szombathelyen. Bölcsödéknél nincsenek körzetek, mint óvodák esetében, pont az alacsony számuk miatt is, és a 7 bölcsödéből 4 bölcsöde a Derkovics lakótelepe helyezkedik el, tehát nem arányosan kerültek elosztásra a bölcsödék a város területén. Viszont a munkahelyek és a családok igényei nem csak a Derkovics lakótelepre korlátozódnak, és nagy igény van elsősorban a belváros közeli bölcsödére, amit főként a Markusovszky kórház vonzás körzete is indokol. Az egészségügyi intézményekben dolgozó ápolók, orvosok és a személyzet részéről is nagy igény mutatkozik a bölcsödei férőhelyre. A projekthez a város költségvetéséből is különítettek el forrást. Ez egy topos uniós támogatásból épül elsősorban, ez 460 millió forint támogatás jelent, de még ez sem volt elég, ugyanis az árak elszaladtak, megváltoztak egy kicsit, ki kellett egészíteni, és 56 millió forint az, amit a város még hozzátesz, de természetesen ezt örömmel tesszük, hiszen így 46 új bölcsödei férőhelyel, illetve 13 új munkahelyel és egy teljesen új bölcsödével gazdagodhat városunk. A tervek szerint az új bölcsi 2022 őszére készül el. Az időseket ünnepelte a világ október 1-én. Áramszünet lesz több szombathelyi utcában is. A háztartások életkörülményeiről készül statisztika, Huszár Ildikó festményeiből nyílt kiállítás az Arborétum látogatóközpontjában. Átadták a Vas megye rendőrségéért elismeréseket. Rövid hírekkel folytatjuk. Október 1-e az idősek világnapja, az ilyenkor szokásos ünnepség idén biztonsági okokból elmaradt. Nemény András videó üzenetben köszöntötte Szombathely idős polgárait a város Facebook oldalán. A polgármester úgy fogalmazott, még soha nem volt ennyire aktuális és fontos, hogy szeretettel, türelemmel, megértéssel, sok-sok odafigyeléssel vigyázzunk idős honfitársainkra.
Áramszünet lesz október 6-án, kedden reggel 8 órától nagyjából 3:30-ig a Batsányi János utcában, október 13-án 8-tól 2:30-ig Herényben a Senyefai, a Bertalanfi és a Szent Imre Herceg utcában, 21-én pedig szintén 8-tól délután 3-ig a Jászi Oszkár utcában és a Jáki úton. Utóbbi esetben új kisfeszültségű leágazást építenek ki, a többi helyszínen a szolgáltatás minőségének javítása érdekében folyik a munka. Az üzemszünet többségében nem a teljes utcákat, csak bizonyos szakaszokat érint. Miből élünk? Címmel lakossági adatgyűjtést végez a Statisztikai Hivatal december 31-éig. A kérdőívvel a háztartások életkörülményeit mérik fel. A válaszokat interneten is meg lehet adni, október 2-től pedig összeírók keresik fel a csaknem 15 000 kijelölt címet. Az interjús kikérdezés résztvevői 2000 forint értékű vásárlási utalványt kapnak. Az online válaszadók sorsoláson vesznek részt. A részvétel önkéntes. Huszár Ildikó festményei láthatók az Arborétum látogatóközpontjában. Képein a természeti környezet elevenedik meg. Az amatőr festő 70 évesen vett először kezébe ecsetet, kiállításának is ezért választotta a Soha nem késő címet. Az elmúlt 2 évben több mint 250 képet készített, jellemzően fotók alapján másol. A kiállítás év végéig látogatható, de a járványhelyzetre tekintettel az Arborétum a Facebook oldalán is bemutatja a képeket. Vas megye rendőrségéért díjat vehetett át október 1-én a Mentőszolgálat Vas megyei szervezete, a Szombathelyi Erdészeti ZRT, a Magyar Közút Nyugalmazott megyei igazgatója Horváth László, valamint a Szombathelyi Polgárőr Egyesület volt elnökének, Néhai Farkas Lajosnak özvegye. Az elismerést Vas megye rendőrfőkapitánya 2012-ben alapította, azok kapják évről évre, akik kiemelkedően teljesítenek a rendőrség támogatásában. Egy kormányrendelet szerint járványügyi okokból október 1-től csak az adott iskola tanulói léphetnek be a tankerület és a szakképzési centrumok által fenntartott intézmények tornatermeibe. Ez lehetetlen helyzetbe hozza a diák és tömegsportot, hiszen a csapatok délutánonként jó részt iskolai tornatermekben tartják edzéseiket. Szakszövetségek, sportiskolák és önkormányzatok is tiltakoznak a döntés ellen. A Szombathelyi Sportiskola 8 szakosztályából 2-t, a kosárlabdázókat és a röplabdázókat érinti érzékenyen a kormányrendelet, mert edzéseiket jellemzően iskolai tornatermekben tartják. Miután kiszorulnak a tankerület és a szakképzési centrum intézményeiből, csorbát szenved a felkészülésük. Próbálnak alkalmazkodni és más helyszínt keresni, olyan iskolákat, amelyek nem az említett fenntartókhoz köthetők. Össze kellett vonunk csoportokat, edzéshelyszíneket kellett változtatnunk, azon belül is meg kellett osztanunk a csoportokat, úgyhogy nagyon nagy logisztikát ró ránk ez, ró a szakosztályvezetőkre mindennapokban, hogy hogyan tudjuk az edzéseket összehozni. A döntés országos problémát jelent az utánpótlás nevelésben, és több ezer embert érint Szombathelyen is. Jellemzően diáksportolókat, de olyan baráti társaságokat, amatőr csapatokat is, amelyek délutánonként rendszeresen összejönnek focizni, kosarazni. Mindeközben a sportági szakszövetségek nem szüneteltetik a versenyrendszereket. A körülmények miatt nem megfelelően edzett sportolók számára így megnő a sérülés veszély, és könnyen belefuthatnak demoralizáló vereségbe. A legutóbbi közgyűlés elfogadott egy határozatot arról, hogy a polgármester járjon közbe az ügyben a kormányzatnál és a fenntartóknál. Folyamatos háttéregyeztetésekben vagyunk a sportági szakszövetségekkel, én személy szerint nyilván a kosárlabdásokkal, meg a kosárlabdázókkal, illetve a röplabdásokkal ápolok jó viszont, mindenkivel folyamatosan tartom a kapcsolatot. Ők is próbálkoznak magasabb fórumokat elérni, eddig nem jártak sikerrel, de azt gondolom, hogy a nyomás az országosan lesz akkor, hogy előbb-utóbb jobb belátásra kell térni a döntéshozóknak. Az érintettek úgy látják, sérül a gyerekek egészséges életmódra való nevelése, ami hosszú távon beláthatatlan következményekkel járhat. Azt remélik, hogy csupán rövid átmeneti időszakról van szó. Amíg az idő engedi, a szabadtéri pályák alternatívát nyújthatnak, később azonban jócskán leszűkülnek az edzés lehetőségek. A döntés az iskolák számára is hátrányt jelent, hiszen elesnek a terembérletből származó bevételektől.
Győzelemmel kezdené az új szezont a Szóesen női kosárlabda csapata. Szabó László tanítványai vasárnap hazai pályán kezdik a másodosztályú bajnokságot. Hétvégén kezdi az új szezont a női NB1B-ben szereplő szombathelyi egyetemiesek kosárcsapata, melynek a BKG Prima Akadémia második számú együttese lesz az ellenfele a nyitófordulóban. A szombathelyi lányok augusztus közepe óta gőzerővel készülnek az új idényre. Átveszed, okay. Kapod a labdát, nagyjából a második szálkánál fogod kapni, jó, belállok, dobás. A csapat keretében történtek változások. A távozók mellett Preisinger Boglárka és Kovács Georgina személyében Zalaegerszegről érkezett két nagy erősítés. Nagyon izgultam már, ugye én sokáig Egerszegen játszottam, és új közösség, új csapat, új város, izgultam a bemutatkozásnál, de a lányok nagyon nagyszerűen fogadtak, és örömmel érkeztem. Jók az edzések, jó edzéseket tart Lackó, úgyhogy reméljük, hogy a bajnokságra jók leszünk. A Szóese az előző, Csonka idény befejezésekor 12 győzelemmel és 5 vereséggel az 5. helyen állt a női másodosztályban. Idén is bíznak abban, hogy az élmezőnyben végezhetnek. Nem szeretnék helyezésekben gondolkodni. Én azt gondolom, hogy ha ez a csapat sérülésmentesen végig tudja játszani a szezont és folyamatosan fejlődünk, akkor én azt gondolom, hogy a szép eredményt érhetünk el. Az első 4 közé várom a csapatot egyébként. A tréner elmondta, a lányok már nagyon várják a vasárnapi szezonrajtot, ahol egyértelmű céljuk a győzelem megszerzése. Önök a Szombathelyi Televízió híradóját látták. Műsorainkat az interneten a www.stv.hu címen is nyomon követhetik. Híradónkat óránként sugározzuk. Én munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket. Viszontlátásra!